Ja, és a szél. Az a szél, amelyik most éppen nem fúj. És amelyik ezért most éppen nem is szél. Mert csak attól válik szélé, hogy azt mondjuk róla, hogy fújni fog. Nem a pillanatnyi tapasztalatunk teszi azzá, hanem az, amit később fog csinálni. A jelen, a jövő emléke. A szél, mert csak később fog fújni, a jelenben nem is létezik, és csak attól válik megnevezhetővé, hogy a jövőben fog majd fújni. Most viszont semmi jelét nem adja ennek. De mit csinál az a dolog most, amely csak később fog létezni? És amit csinálni fog, azt most még éppen nem csinálja? Illetve tudja-e nem csinálni azt, ami a létezésének a feltétele? Mert annak, hogy nem csinálja, az a következménye, hogy nem is létezik. Amit csak a cselekvés határoz meg, nem is létezhet akkor, ha éppen nem történik semmi. A szél ennek értelmében nem tud létezni, ha nem fúj. De közben mégis létezik, hiszen néven nevezzük, sőt azt állítjuk, hogy éppen nem csinálja azt, amitől annak hívjuk, ami. De a jövőben viszont fújni fog. A cselekvés következtében hirtelen létezővé válik. Létrejön, megszületik a semmiből. Ahogy azt a nyelv szépen kifejezi, feltámad, a semmiből keletkezik. A lelkek, melyek most még nem léteznek, vajon miből fognak feltámadni? Az a dolog vagy jelenség, mely nem szülőtől származik, miből lesz? Mi hozza létre? Hol van most az a gondolat, amelyik még nem létezik? Miből fog megszületni? Ha csak a jövőben kezd majd létezni, akkor a jelenben mi van vele? Lehet-e a jelen a létezés előzménye? Lehet-e a jelen a létezés emléke? A pillanatnyi szélcsend lehet-e a jövőben megszülető lélek lélegzete, a most még nem lélegző jövőbeli lélek lélegzetének emléke? Lehet-e a szélcsend a még nem létező lelkek lélegzete, a még meg nem született lélegzetek emléke? A jelen pillanatban keletkeznek a jövő emlékei, de ezek most még csak a pillanat következményei. Még nem emlékek. Emlékké kell válniuk. De mi teszi őket emlékké? Mitől választódnak majd ki, hogy a most reprezentánsaivá váljanak? A jövő még nincs. Nem is tudunk róla semmit, és nem is tudhatunk, hiszen még nincs. De az emlékei már léteznek. Mert éppen most, a jelenben képződnek ezek az emlékek. A cselekvő jövő az emléket fogja látni a jelenben. A cselekvés előtti állapot előre tudja vetíteni a történést. Ha a jelenből nézünk előre, akkor úgy tűnik, hogy előre vetítjük a létezést. Megelőlegezzük a bizonyítékot. Ha a jövőből nézünk vissza, akkor úgy tűnik, hogy a múlt magában hordozza a lehetőséget, például a szél feltámadásának lehetőségét. A szél tehát már most is létezik, annak ellenére, hogy nem érzékeljük. Létezőnek tekinthetjük, annak ellenére, hogy nem fúj, csak később fogja elárulni magát.